Most egy olyan korba tekintünk vissza, amikor a magyar klubcsapatoktól rettegtek szerte Európában. A 60-as években a Ferencváros tartotta rettegésben az öreg kontinenst. Ki ne emlékezne a halhatatlan ötös fogatra, Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Nemrégiben Novák Dezső tiszteletére avattak az Üllői úton egy kis múzeumot. Az egykori jobbszélső Szőke István is ott járt a helyszínen, aki mind a mai napig vasárnaponként focizik az öreg fiú csapatában, és szívesen anekdótázik arról, hogy álmatlanságot okozott Szent Mihály Antalnak, a Dózsa kapusának, és hogy miként fette meg Albert Flórián az erős beadásai után. A Fradi emblematikus játékosával Deák Horváth Péter beszélgetett derűsen. Azt hiszem, hogy a csapatépítés receptje kezdődhetne úgy is, mondjuk a futballról van szó, hogy egy jó kis szélsőt, és akkor mondjuk Szőke István személyében a Ferencváros meg is találja maga szélsőjét. Igaz, a jobb szélső az itt áll előtted, gondolom. Abszolút. Abszolút itt áll előtted. Nagyon jó érzés, hát egyben rossz is, mert olyan találkozó ez ugye, hogy a Dezsőnek a ötödik évfordulója, hogy meghalsz, hogy én hiányzik köztünk, mert eleve öreg fiúkkal is játszom minden vasap reggel, ott is hiányzik. Néha gondolunk rá, mert kell rá gondolni, és örülök neki, hogy azért a Ferencváros odafigyel ilyen dolgokra. Furcsa dolog ez, hogy általában a halottak hozzák össze az élőket. Ez sajnos igen. Még én elmondhatom, mert minden vasap reggel futballozom egy pár ilyen fiatalabbakkal, azért jönnek, de hát ott se tudnám, hogy ilyen a Szőcs Lajos legény, a Juhász Pista, már nem tud, a Fenyvesi Doki kiöregedett. De valahol tudomásul kell vennünk, hogy az élet az ilyen, de még lehet nem adjuk fel. A mérkőzések vagyunk Novák Dezsővel meg a többiekkel. Ezt gondolom, hogy jó, hogy az ember néha visszapörgeti, nem? Hála Isten, nagyon jó. Hát rossz is volt, meg sok rossz is, de azt hiszem nem szóltam, hogy egy ilyen Ferencvárosban, ahol egy 67-esben azt mondhatjuk, hogy a aranycsapat után azért mondhatjuk, hogy egyik a legjobb csapat volt. Hát utána lehet nézni például, hogy nem nagyon dicsérni akarom magam, hogy a jobb szesek közül egyik a legtöbb gólt én rúgtam a Ferencvárosba. És az mellett egy Novák Dezsőjék, meg ott voltak a Varga Zulék, hát a csodálatos futballisták. Szóval ebben a Ferencvárosban beférni és játszani nem volt kis dolog, veszem, úgy érzem. És annak nagyon örülök, hogy egy grungyerek vagyok, bár a 9-ben nőttem fel. Ha nem vagyok grungyerek, akkor nem tudom, hogy mi van. Megtanultam a kis csibészséget, a kis szemétséget, így is mondhatom. Tehát hoztam magammal, és ha nem vagyok egy kicsit olyan rámenős, akkor nem a Ferencvárosban játszom, hanem máshol. És ennek nagyon örülök, hogy ilyen csodálatos csapatban tudtam játszani. Hát ez az ember szíve, ez megdobban mai napig is. Hát a tőzsdőkeres vagy, és a családotokban ez egyenesen következett, hogy csak a Fradi lett és semmi más? Hát a édesapámtól egyet örököltem, hogy csodálatos ember volt, a gyorsaságát. Hát ő nem volt azon a szinten, mondjuk vegyük ma ilyen blasz szinten volt, de hála Isten valahogy tovább fejlődtem ez a dolog. A grund az megnevelt, ez mindenféleképpen, mert volt olyan, hogy vittem a labdát a 20 évesek között, hogy meg voltam 10-11, és azt mondják, örülj, hogy osztod a labdát, aztán majd fogsz játszani. Tehát a grund az megnevelt mindenféleképpen, és csodálatos volt, még egyszer mondom, ilyen csapatban játszani, szóval vasapú fosz után beülünk a étterembe, elbeszélgetünk, hogy mi legyen, hogy legyen, és jó dolog, csak ezek az emberek nagyon hiányoznak. És az öregek annak idején hogyan fogadtak be téged? Hogyan kerültél be fiatal gyerekként a Fradi felnőtt csapatába? Hát egy az igazság, hogy 18 évesen az ember nem ugrálhatott, ugye? Beléptem az öltözőbe, ott volt Mátra is annyi, akkor Alberték, Gécék itt voltak, és egyszerűen azt mondtam, hogy csókolom. Erre Mátra is annyi azt mondta nekem, szöszikém, így, szöszikém, mondjad, hogy sziasztok. Akkor persze az emberről esett egy nagy zsák, és nagyon örültem neki, hogy ezt mondta. Ez egy jó érzés volt, hogy úgy érzem már, hogy ahogy beléptem már, az hangulat is, hogy nagyon jó helyre jöttem. Hogy ez a Ferencváros engem várt, remélem. Voltak olyan mérkőzések, csúcspontok, akár a Népstadionban, akár a Fradi más mérkőzései, a Vásárlárosok kupája, amire azt mondta, hogy igen, ezek azok a fő cölöpök vagy bólyák, amit úgy kitűztél az életedre, hogy visszaemlékszel rájuk mindig. Hát a bajnokira mindenféleképpen nagyon jó visszaemlékezni erre a Fradi Dózsát, az mindig is az volt. Fradi Dózsa, nyertünk 3-0-ra, és azt hiszem 76 000 ember előtt játszani. És mikor vonultunk ki, én általában mindig hátul
rosszul voltam, és akkor Zolinak mondtam, ma előttem volt a Zoli, mondom, nézd meg Zoli, 20 évesen így vagyok, és ennyi ember hogy játszani, és szösz, ne tolj be, úgyis megverjük ezeket. Varga Zoli? Varga Zoli. És akkor tényleg úgyis vett, olyan a játék. Ez az egyik nagyon szép, hát van, hála Isten, még több szép emlék, 66-ban, 19 évesen MNK meccs volt, azt hiszem döntőbe jutás, 6-3-ra nyertünk, és 4 gólt rúgtam a Szembiának. Tulajdonképpen ott indult el a Szent Mihályval ez a komplexus, és adott a szegénykémet. Nyugdíjba is küldtem, meg nagyon sok bajt csináltam neki, ezt nem akartam, de hát sokszor találkozom vele, és azt mondja, hogy nagy aljas voltam, hogy ennyi gólt rúgtam neki. Mindig mondtam is, hogy csak egyet rúgtam egyszer. Szóval csak egyet, aranyos mindig egyet, és akkor, és a válogatott meccs meg tulajdonképpen a Belgrádban, amikor 3 meccs volt, ugye itthon a románok ellen, Skinnyszik volt, és akkor el kellett dönteni, ugye, hogy Milányes Belgrádban volt a 3. meccs, 88. percben lőttem a győztes gólt, és ebbe jutottam be az Európa 4 közé, erre nagyon büszke vagyok, és az a baj, hogy az nagyon sokáig ment. Tehát 44 évig nem volt ilyen. És utána volt ez a mostani Európa bajos, amit szépen gratuláltam nekik, mert ez nagyon hosszú idő volt, és remélem nem lesz még egyszer hosszú. Akkor lesz még egy szőke akkor. Nem veszik észre, hogy ne águlra kell csak ráállni. Ott a labda közben. Még mindig a miénk. Ott bent. Ki átlépi beléjé! Benne mit csinál? Szőke! Szőke lő! Szélsőnek milyen becsülete volt annak idején? Elég nagy becsülete volt, mert igazság szerint mindig azt szokták mondani, hogy belül nagyon sokan vagyunk. Húzzuk szét a pályát. Ez a Népstadion nagyon alkalmas volt, mert például nekem a hazai pálya Népstadion volt. Én ülőtön csak a pályavaton játszottam sajnos utoljára. Az más dolog, hogy el kellett jönnöm a Fradiból. Elküldtek, így is mondhatom. De nekem azért volt jó, és ki is használták, a Fradi kihasználta, mert a Novák Dezső Vargas, hogy nagyon jó, erőgdosabb, de Juhász Kisztályt elvittem szélre, és imádtam benne az Albert Frolinak, mert egyszer úgy fejelt, az olyan jó fejet, mint ahogy én rúgtam. Edzéseken sokat gyakoroltuk. Volt olyan edzés, egyszerűen a Rákosi meg a Szücsnek, a Flóri panaszkodott, te ez a szöszi, ez úgy kiszor velem, fáj a fejem. Na én elég elősen adtam be, és pontosan hála Isten, és a lényeg az, hogy valahogy megtudtam. És akkor Flórihoz odamentem, Flórikán mondom, mi a baj? Azt mondja, menj a fenébe. Mondtam másképpen is. Mondtam, mi a baj? Azt mondja, fáj a fejem, mit művelsz. Mondom, Flores, tudod mi a szerencséd? Mert régen volt ilyen, biztos, hogy nem, hogy ilyen fűzős labda. Na most, ha avval neked a fejeden ilyen csikok lettek volna, menj a bűvös. Hát ilyen élmények voltak, de mai napig is, mikor találkoztam, átöleltük egymást. Nagyon hiányzik. Az újpesti játékosok és szurkolók mennyire méltányoltak téged? Vagy csipdestek, zikáltak? Igen. Úgy éreztem, hogy abban együtt, hogy kicsit utáltak, mert egyszer remektek, amikor jöttem, mert volt olyan dolog, hogy a Szent Mihályi felesége, aki az én feleségem, és így hívták Judit, felhívta Florit egy rangadó előtt, hogy te, Florikám, a Szöszi játszik, a Szőke Pista. Miért ritkám? Ezt telefonon beszéltek meg, és ezért azért, mert Misi már 3 napja nem alszik. Szóval azért ez olyan dolgok, és azt mondja, mert egyszerűen nem tudok mit csinálni vele. És erre Florit, ahogy ismerjük, az, ő nem mondta, hogy nem. Hát figyelj, a Szöszi nem tudom, mi játszik, nem megkérdezni a kacsa, a lakat kacsa, meg kéne kérdezni, hogy játszik, de valószínűleg ott lesz. Puff, levágta a telefon szegényként. Szóval ilyen dolgok voltak, és ez nagyon szép emlék. Az mai napig is. Szőke Istvánt hallottuk.